a természetvédelem határok nélkül vetélkedő vajdasági versenyének díjátadója. A Temerini Kastélypark. Szelektív hulladékgyűjtés a kecskeméti iskolákban. Kecskeméti természetvédelmi vetélkedő. Temerini siker született a természetvédelem határok nélkül vetélkedő vajdasági fordulójában. A díjátadót Topolyán tartották. A megmérettetés az Arkusz Környezetvédő Egyesület és a Pannon RTV szervezésében valósult meg. A vetélkedőre 17 ötfőből álló csapat jelentkezett, így Vajdaság területéről 85 tanuló mérhette össze természettel kapcsolatos tudását. A legjobb eredményt a temerini BIOS szakik érték el. A versenyre szinte 100%-ig digitálisan készülünk fel, tehát ilyen Zoom megbeszéléseket tartottunk, különféle weboldalakra kerestünk rá, videókat néztünk. Mennyire fontosabb számodra a környezeted? Mennyire igyekszel odafigyelni rá? Oda kell rá figyelni, mert hát ez az a dolog, amit egyszer rontunk el, és az úgy marad. A verseny témája vizes és gyepes élőhelyek voltak. A feladatok megoldását a csapatok online tudták elküldeni a szervezőknek. Végére hagytuk igazából a kifejtős kérdéseket. Ez mindenféleképp kellett az véget, mert hát, hogyha maximálisan teljesítik a tesztet, akkor nyilván nehézett volna eldönteni, hogy kik lesznek a legjobbak. És hát lényegében volt egy faj leírás, az volt neki hát igazából a kritérium, hogy vidékünk is egy őshonos fajt választanak, ami lehet az növény, állat, bármilyen faj, ami előfordul, és ennek egy leírását, tehát gyakorlatilag egy jellemzést saját szavaikkal. És az utolsó kérdés volt az, amikor is igyekeztünk egy kicsit terepre kicsábítani a csapat tagjait, és hát az volt a feladat, hogy válasszák ki településükön vagy környékén az egyik legidősebb fát, és erről gyűjtsenek minél több információt, az életkorát esetleg kiültethette, mérjék le a kerületét, esetleg ha van információ, hogy milyen magas, tehát mindenféle adatot gyűjtsenek róla össze, és a hozzátartozó, hozzáfűződő helyi legendákat, mondákat, mindent írjanak le, és hát igazából ez nagyon jó sikerült, azt tudom mondani, mindenki nagyon szépen vette ezt az akadályt, és nagyon gyönyörű leírások és nagyon gyönyörű sztorik születtek, ami külön érdekes, és ez arra sarkalt minket is, hogy néhány fát mindenféleképp meg fogunk látogatni. A hajdújárási endemikus példányok másodikak lettek. Voltak ezek a szimpla kérdések, amik holnapról kerestük ki a választ, meg volt kettő másik kérdés, ugye ez a fákról, az volt az én feladatom. Hát nagyon tetszettek, érdekesek volt, élveztem csinálni. A fás nekem az nagyon tetszett. Két fa között dűlöztem rengeteget, de végül arra a nyárfára esett a választásom. Az volt a kedvencem. Harmadik helyen a topolyai vándorsólymok végeztek. Kis Imre Zolyát a saját környezetében tapasztalt környezetszennyezés sarkalta a részvételre. Azért elsősorban, mert itt Topolyán nagyon nagy a szemetelés, és nagyon a folyók nagyon szennyezettek, és szeretném, hogy kicsit tisztábbak legyenek, és odafigyeljünk a környezetvédésre. Hogyan készültetek a versenyre? Melyik volt számodra a legnehezebb feladat? Hát együtt megcsináltuk a tesztet, és utána elmentünk ugye fényképezkedni, megírtuk a fogalmazásokat. Szerintem egyébként nem volt olyan nehéz feladat, amik úgy ki kellett keresgetni, talán azokat, hogy több időbe tellett, de meg lehetett őket oldani. A verseny célja, hogy a fiatalok ismereteket szerezzenek az őket körülvevő természeti értékekkel kapcsolatban, és ezáltal tudatosuljon bennük azok védelmének fontossága. Az egyesületünk az aktív kutatások mellett legnagyobb hangsúlyt a környezeti nevelésre fekteti. Elsődleges korosztály az általános és középiskolás diákok, és ugye ami volt a Természetvédelem Határok Nélkül című vagy elnevezésű vetélkedő, tehát ezzel is igyekeztünk a
ugye felsős diákok jelentkezhetek erre vetélkedőre, tehát az ő figyelmüket felhívni különböző környezetvédelmi és természetvédelmi problémákra, illetve magának a vetélkedőnek a középponti témája a vizes és gyepes élőhelyek voltak, illetve Magyarország és Szerbia között az államhatár mellett levő térségnek az élővilága. Összesen 17 csapat jelentkezett erre a vetélkedőre, tehát 5 fős csapatok jelentkezését vártuk, tehát 5 fős felsős általános iskolás diákok jelentkezését, és hát mondhatni Vajdaság szerte szinte mindenhonnan jelentkeztek a csapatok. A vetélkedő az együttműködés a közös természeti értékek megőrzéséért és népszerűsítéséért elnevezésű Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, a Kecskeméti Televízió és a Pannon RTV együttműködése eredményeként az Európai Unió támogatásával. A Pannonia Alapítványnak nem ez az első IPA pályázat, ami a természetvédelemmel kapcsolatban megvalósul, de az első ilyen vetélkedő, ami ebbe a témakörbe a gyerekek számára szerveztünk. Az egész egy IPA pályázat részeként valósul meg, amit a Kecskeméti TV-vel közösen bonyolítunk le, több aktivitásunk is van, így készül a Természetvédelem Határok Nélkül című műsorunk. A másik része pedig egy vetélkedő megszervezése volt a vajdasági gyerekek számára. 17 csapat jelentkezett, nagyon meglepődtem, nagyon elégedett vagyok az eredménye, hogy ennyi gyereket meg tudtunk mozgatni az Arkusz segítségével, és szép eredmények is születtek az Arkusz szakemberei szerint. A második és harmadik helyezettek ajándékcsomagban és könyvjutalommal részesültek. A verseny győztesei pedig egy magyarországi szakmai tanulmányutat nyertek. Az első helyezett ezen felül személyes döntőn vesz részt a magyarországi nyertesekkel Topolyán. A többi résztvevő csapat is ajándékcsomagot kapott. A Temerini Kastélyparkot gróf Széchen Sándor alapította. Az 1800-as évektől sokat változott. A területe a II. Világháború után egyre zsugorodott. Az egykori 20 holdas kertnek már csak a töredéke maradt. 2001-ben államilag védetté nyilvánították. A parkot szerb köztársasági és helyi önkormányzati támogatással újítják meg. A park egyedülállósága abban rejlik, hogy szinte a település központjában helyezkedik el. A park merőben más az első ízben kialakított kerttől. Az idő vasfoga meg is látszik a fákon, de az utóbbi évtizedekben felnőtt generáció ilyen formában a magáénak érzi. Fernbrach Antal, ilyen gabonakereskedő vette át a kastélykertet is és a kastélyunkat is itt Temerinbe. Antal már ilyen diplomált kertészekkel művelte is, és igyekezett karbantartani ezt a kastélykertet. Hát utoljára az adatok szerint Törteli Miklós volt az, aki már 1956-as években ő gondozta a Temerini kastélynak a kertjét. A szinte égigérő fák árnyékában, madárcsicsergés mellett akár egy fél órára is kikapcsolódhatunk. A különleges, erdőre hasonlító hangulattól és levegőtől feltöltődhetünk. Egy arborétumnak volt ez valójában inkább kiképezve, hogy így mondjam. Nagyon sok fajta növény van. A legtöbb közülük még tájidegen is, mivel hogy, ahogy lehetett olvasni több helyről is, ezek a grófok, akik éltek a kastélyban, utazásaik alkalmával és ajándékként is kapott növényeiket, mint ugye itt a parkban ültették el a kastély körül. Így aztán lehet itt találni nagyon sok fát, például a nyugati ostorfából, ami tájidegen, de itt a parkban több van belőle. De hát vannak itt azért az alsó részében a parknak kocsányos tölgyek, vadgesztenye, vagy a fehér nyárakból egy-két tiszafa is megtalálható. Ami hiányos a mostani helyzetében, az például a parknak a bokros cserjés szintje. Ez sajnos a
fűnyírás véget, a különböző karbantartások véget kiveszett, hogy így mondjam. A községben az illetékesek azt a gondolatot is fontolóra vették, hogy eredeti formájába visszaállítják a parkot. Ehhez egy tervrajzra is szükség volt, ami tavaly elkészült. Azonban a kivitelezés akadályokba ütközhet. Úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, nagyon sok fát kell kivágnunk, mivel hogy a mai előírásoknak megfeleljen a park, általában mind feltétel, hogy őshonos fákkal ültessük be, vagy őshonos növényekkel, hogy így mondjam, mert ott azért már a tervdokumentációban vannak ugye különböző cserjék és lajszárú növények is, és kisebb virágos kertek, és ezért akkor nagyon sok fát ki kellene vágni a parkunkból, úgyhogy mi, akik pedig így szeretjük a parkot, ez egy kicsit nehéz elfogadni. De az igazság az, hogy sajnos itt a meglévő fák is öregednek, és nagyon sok a száradt, kiszáradt fa, az ágaik nagyon hasadoznak, ez különböző rossz időben letöredeznek, úgyhogy mindenféleképpen segítségre van szükségük, hogy egyáltalán megmaradjon a park, de ugyanúgy talán meg kellene próbálnunk fokozatosan és ilyen lassú léptekkel, ha lehet, akkor a maga azt a rekonstrukciós tervet is talán valahogy összeilleszteni a meglévő helyzettel, hogy az egy szép park stílus megmaradjon. A különleges növényvilág mellett a park élővilága is igen gazdag. A megfigyelések szerint 70 madárfajt számláltak meg a területen. A természetvédőkkel közösen pedig tesznek is azért, hogy a madarak száma ne csökkenjen. Ódukat szereltek a fák törzseire. A kastélyparktól nem messze levő tájház viszont igazi turisztikai attrakció az ide látogatóknak. A fenntartóknak sikerült a felmenők hagyatékát összegyűjteni és autentikus módon megőrizni az utókornak. Aki autóbusszal jön Vajdaságba, Északbácskából is Péterváradat irányba veszi, tehát azt megnézi, Temelinén köröztül halad is rendre megállnak itt, úgyhogy egész nyáron, kívül az idei évet a járvány kicsit ezt gátolta, de különben látogatottság, azt lehet mondani, hogy napi rendszerességgel jelentkeznek csoportok. A tájház mellett felépült Takt épületében a művészek és a hagyományápolók is helyet kaptak. Irodalmi, zenei és más rendezvények sokasságának ad otthont a létesítmény. Ez a célunk, hogy mindenféleképpen megmenteni az utókornak úgy a tárgyi, mint a szellemi értékeinket a múltból. Hát a Szirmai Művelés Egyesület itt szervezi nyári népzenei táborát a tájház udvarába. Az mellett valahogy havi rendszerességgel táncházak vannak itt az udvarban, úgyhogy bőtágas a hely, kiváló alkalom rendezvényekre, akár kisebb táborok szervezésére is. A jövőt a jelenben kell megteremteni, támaszkodva a múltra, vallják a helyiek. A hagyományok továbbéltetésével és a környék természeti adottságainak, szépségeinek kiaknázásával a délbácskai régió igazi turisztikai látványosságává nőhetné ki magát Temerin. Ezt az új komposztáló eszközt mutatták be a Hunyadi János általános iskola udvarán. A modern komposztáló segítségével gyorsan és egyszerűen készíthetnek hasznos anyagot a diákok az iskolában keletkező zöld hulladékból. A szerkezet egy szelektív hulladékgyűjtésről szóló szemléletformáló projekthez kapcsolódik, ami 5 iskolában indult el. Az intézményekhez összesen 100 darab gyűjtőedényt juttat el közösen az önkormányzat és a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási Kft. Ugyanakkor egy komposztáló edényt is elhelyeztünk a
5 iskola udvarában. Olyan iskolákat választottuk ki, ahol nagyobb udvar van, ahol sok zöld hulladék van, tehát azt a komposztálót meg lehet tölteni. Ez pedig azt a célt szolgálja, hogy azok a hulladékok, szerves hulladékok, amik lebomlanak és visszakerülhetnek a természeti körforgásba, azok kerüljenek is vissza, és mindenki, elsősorban a gyerekek, de rajtuk keresztül a felnőttek is ennek a jelentőségét értsék meg. Ez azért is fontos, mert júliustól több mint 30 ezer háztartáshoz juttatják el a csomagolási hulladékokhoz az ingyenes sárga kukákat, majd a komposztáló hulladékokhoz a barna kukákat. Szabó Gábor, a Dunatisza közi hulladékgazdálkodási Kft. Termelés vezetője elmondta, az iskolák az új gyűjtőedényekhez teljes körű tájékoztatást is kapnak. Azt reméljük, nyilván a szemléletformálási résszel, illetve a megfelelő infrastruktúra megadásával, hogy a hasznosítható hulladékoknak aránya növekszik nagy mértékben az ártalmatlanított hulladékkal szemben. A projekttel akár az is elérhető, hogy az iskolákban duplájára nőjön a hasznosítható hulladékok mennyisége. Ebben sokat segítenek majd a kihelyezett kukák és a hatalmas forgó dobban működő komposztálógép is. Közösségi komposztálás, akár házi komposztálás, egy társasházak együttese megvalósíthatja, ez a legjobb, mert mi csak nem is szállítjuk el. Tehát, hogy a környezeti szempontból nézem, akkor a legjobb az, hogyha helyben hasznosítunk. Hiszen helyben képződik a hulladék, helyben átalakítjuk, és azt utána ott helyben fel is használjuk. A komposztáló berendezéshez mobiltelefonos applikáció is tartozik, így az iskolák ellenőrizhetik, hogy rendben megy-e a folyamat. A gyűjtőt időnként meg kell forgatni, de a tekerőkarral ez könnyen megy majd a gyerekeknek is. Itt van ez. Na, jó lesz. Királydínyi. 6 helyszín és 6 játékos természettel, természetvédelemmel kapcsolatos feladat várta május 28-án a Kertvárosi Általános Iskola felső tagozatos diákjait. Volt köztük táplálékláncpiramis, óriás kirakó és ügyességi játék is. Ezekkel kellett megküzdeni az 5 fős csapatoknak. Az izgalmas természetvédelmi vetélkedőn a Kiskunsági Nemzeti Park területén élő növényekkel és állatokkal ismerkedhettek meg a gyerekek közelebbről. Ez a Természetvédelem Határok Nélkül című pályázat keretein belül valósult meg. Iskolánkban ez a vetélkedő. Egyébként is hagyománya van az iskolánknak a természetvédelmi programoknak. Minden évben van egy 3 hetes ökoprojektünk, ilyenkor ebben az időszakban hívjuk fel ennek a fontosságára és a természet szeretetére a figyelmet a diákok körében. 6 állomást szerveztünk, és úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy nyilván egy kis háttértudást igényel, de az is boldogulni fog a feladatokkal, akiknél nincs ekkora háttértananyag tudás, hiszen minden tudnivaló rajta lesz a tájékoztatón, és tulajdonképpen egy kis szövegértés segítségével kiválóan értelmezhetőek és megoldhatóak ezek a játékos tanulós feladatok. A verseny kezdete előtt Gili Zsolt, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa köszöntötte a tetrekész csapatokat. Azt hiszem, hogy egyre aktuálisabb az, hogy a környezetről és a természetről beszéljünk, és nagyon jó dolog az, hogy itt az iskolában nem tantárgyakban, hanem egy ilyen laza, játékos formában egyre többet tanultok a természetről, egyre többet tudtok meg. Ennek ugye egy elég szigorú aktualizás az, hogy itt a mai ember már rájött arra, hogy elég sok mindent változtatott meg itt az elmúlt évszázadokban a Földön. Olyan sok mindent, hogy időnként már ez nekünk embereknek is gondot okoz. És hát a mi felnőttek a feladatot meg nektek passzoljuk át majd, hogy ti meg, ha lehet, akkor jobbítsatok egy kicsit itt a föld állapotán. Az ebbe az iskolába járó gyerekek tehát nem csak a sok zöld felület, hanem a játékos programok miatt is elsajátítják a természetvédelem legfontosabb tudnivalóit. Nagyon sok évre visszanyúló kapcsolatunk van a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. Ez a mindenkori tavasszal esedékesen megrendezésre kerülő ökoprojektünk, ez mind a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz kapcsolódik. A Kiskunsági Nemzeti Park területén található védett természeti értékeknek a fontosságára hívjuk fel a figyelmet, és nyilvánvalóan megismerjük a Nemzeti Park védett értékeit. A versenynek volt online fordulója is, emellett alkotniuk is kellett. A művekből készült kiállítást pedig az iskola folyosóján lehetett megtekinteni. Na már, azért. Márko ráérzett már. Jó, ezt így elfogadjuk, a madár már megvan.
A verseny vetélkedő részén 11 darab 5 fős csapat indult el, hogy a menetlevelükben minél több pontot gyűjtsenek, ez feladatállomásonként más-más megszerezhető pontszámot jelentett, ami a feladványok különbözőségének volt köszönhető. Nagyon tetszik, nem szereztünk még olyan sok pontot, de tetszik. Az, amikor táplálékpiramist kellett kitenni, az nehéz volt, az nem volt annyira könnyű, de a többi, ahol voltunk, az viszonylag az úgy egyszerű volt. Persze volt olyan csapat, aminek kicsit nehezebben ment, de a vetélkedő utazást jelentő fődíját sok tanuló meg szerette volna nyerni. Nagyon szeretnénk, mivel nagyon érdekel minket a természet, meg már voltunk is ilyen táborba, vagyis nem pont ilyenben, hanem másfél éve, de a hangulatos a stílusa ugyanilyen volt, és minket nagyon motivál az, hogy bejussunk. Én nagyon szeretem a természetórákat is, és az a tantárgy, amit nagyon könnyen megbírok jegyezni, és meg tudok tanulni. Nekem őszintén nagyon tetszik ez a vetélkedő, meg ez a utazás is nagyon mindenkit felpezsdít arra, hogy többet foglalkozzanak a természet védelmében. A fődíj az összes csapatot motiválta, hiszen két részből állt, ráadásul mindkettő utazást jelentett a nyertes csapat számára. 12-én mehetünk június 12-én Topolyára. A projekt kapcsán szerveznek egy hasonló karibelű vetélkedőt, és az itteni nyertes csapat, iskolánk nyertes csapata ki fog utazni június 12-én Topolyára, és ott is lesz egy hasonló karakterű játékos vetélkedő. Hát az már tulajdonképpen jutalom mind a két iskola részéről a nyertes ötfős csapatnak, és még ezt követően megübereljük ezt az egészet, egy hazai, szintén hazajövünk, a Kiskunsági Nemzeti Park területén található Konyhvirág Erdei Iskolában egy háromnapos komplex természetismereti tanulmány kiránduláson vehet részt, majd a topolyai és a mi csapatunk. A verseny végén minden résztvevő átvehetett egy emléklapot. A fődíjat végül a Zsíros B Ödön nevet viselő csapat nyerte meg, ők képviselhették az iskolát a szerbiai vetélkedőn.